Hölgyeim és uraim, szép jó estét kívánok! Ez a hét embere, és aki a hét embere nem más, mint Faludi Judit, cselló művész, Liszt díjas. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, köszönöm, hogy meghívtál. Ahogy mondani szokás, nagymamám azt szoktam mondani, hogy úgy kell köszönni, hogy szervusz, üdvözöllek, ölellek számtalanszor. Majdnem így ráugrottam, de reméltem a férjét félreérthetni. Ami viszont nagyon fontos, hogy Judit, kezdjük azzal, ami engem nagyon megragadott, és igazából ezért is került ide a műsorba, hogy van egy olyan természetes lényed, kedvességed, odafigyelésed és segítőkészséged, ami azért nem minden művésznek a sajátja. Jó, ezért már érdemes volt eljönni hozzád, köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy magamat adom. Most ha azt mondom, igyekszem, igen. Egy dolgot. Nem veszélyes ez? Tehát nem félted magadat mindig kiadni? De, biztosan. És úgy, ahogy megyek előre a korban, igyekeztem finoman fogalmazni, néha el is gondolkodom, hogy talán ezen változtatni kéne, de én nem vagyok képes. Tehát én nem tudok egy ilyen álcát, egy állarcot magam elé tenni. Én vagy én vagyok, vagy akkor inkább köszönöm, nem vagyok. Mármint másoknak. Persze, ezt értettem. De hogy azért ez a fajta saját magamat megmutatni, mert ugye egy színész az ugye szerepet játszik. De neked, megtanultak. De viszont neked a zenén keresztül, amit bemutatsz, amit eljátszol, a hangszereden keresztül, saját magad. Tehát neked ott meg kell halni a színpadon, mert különben hiteltelen. Nagyon sokszor meg is halok, de én azt hiszem, hogy másképpen nem tudnám önmagamat adni. És az életben is, az emberekkel való kommunikáció, a barátaimmal, a családommal, azt hiszem olyan mértékben őszinte, de én ilyen vagyok, és hálát adok a Jóistennek, mert azt hiszem, hogy nem tudnék másképp tükörben nézni. Szerencse vagy sors annak a 9 éves kislánynak a lehetősége, hogy nem volt otthon zongora? Én azt hiszem, hogy szerencse. Most, ha rólam beszélünk. Hát, elgondolkoztam, hogy kis ez a 9 éves kislány. Kis ez a kislány, nem volt zongora. Az tegnap volt majd. Na jó, tegnap előtt. Hát az egyik szerencse az, hogy nem volt zongora. Ugye úgy kezdődött az én történetemet, gondolom, hogy ezt szeretnéd hallani. Próbálunk kihúzni, hogy te mesélj. Hogy hát az én nagyszüleim operaénekesek voltak. És akkor a szüleim gondolták, hogy hát valami kis zenei tehetség hátra szorult ebbe a gyerekbe. Szolfést tanultam az iskolába, és a szolfés tanárnéni azt mondta a szüleimnek, 9 éves voltam, hogy hát olyan jó füle van ennek a kislánynak, ezt azért azóta én megcáfolnám, nem minden esetben. Na, ezt azért viccnek szántam. Szóval, hogy hát érdemes lenne valami hangszert tanulni. És én zongorázni szerettem volna, de miután nem volt otthon zongoránk, ezért kellett valami másik hangszert kitalálni magamnak. És a másik szerencsém az egyik után, hogy nem volt zongora, hogy a fölöttünk rakó lakásban a máig nagyon-nagyon jó barátnőm, Cejzer Ági lakott a családjával, és ő akkor már nagyon intenzíven csellózott. És akkor én olyan kis majom természetű kislányként mondtam, hogy hát jó, hát ha zongorázni nem lehet, akkor én is csellózni szeretnék, mint az Ági. Tulajdonképpen ennyi a történet. Milyen szerencsé, nem autóversenyző volt, aki fölötted napot. Mondjuk annak is van egy hangja. Kétségtelen. Azért ennyire nem ennyire volt a történet, mert utána ugye jöttek a iskolás évek, és akkor még külön kellett neked küzdeni azért, hogy azért utoljél mindenkit, aki mondjuk korábban kezdte el mindezt tanulni. Igen, mert én 9 éves koromban úgy gondoltam, hogy nagyon klassz dolog eljárni a cellóórákra. Prőle Zsuzsa tanárnő, aki mai napig tényleg nagyon odafigyel rám, és majdnem minden koncertemen ott van. Nagyon szeretem őt, és sokat köszönhetek neki. Szegény ezt úgy elfogadta. Úgyhogy amikor 13 éves elmúltam, és előálltam, hogy Zsuzsa nénén konziba szeretnék menni, akkor elég furcsán nézett rám, és nem értette a történetet, hogy miről is van itt szó. Én tulajdonképpen hazamentem, talán kise csomagoltam a cellómat, és úgy mentem vissza a következő órára 13 éves koromig. Akkor el kellett gondolkozni, hogy ugye az ember hova megy tovább középiskolába, és úgy egyszer csak úgy éreztem, hogy én nekem ez a cselló annyira hiányozna. De hát tudtam, hogy ha valaki komolyan pályára készül, csellista szeretne lenni, muzsikus szeretne lenni, akkor azért az a szerencsés, hogyha a zenei gimnáziumba megy a konzervatóriumba, akkor még azt hiszem, hogy Budapesten csak a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola üzenelt. És akkor hát felvételiztem oda, először sikertelenül, értelemszerűen, mert hát nem volt semmi alapja a dolognak. És akkor egy év alatt kellett nagyon-nagyon sok mindent behozni,
és tulajdonképpen ott indult el az én idézőjelbeni pályafutásom. Az idézőjelbeni pályafutásban mennyire szóltak bele a szülők? Hagyták a maga útján menni a dolgokat, de azért mindig segítségemre voltak, és azért egy fantasztikus segítség az, hogy egy olyan hangszer lehet a kezemben, amit a szüleim biztosítottak számomra. Ezt azért is kérdezem, mert hogy van egy két fiad is, ebből az egyik fiad az most már a színpadokat koptatja. Te mennyire örültél neki, ugye, Krisztián? Neki ugrik ennek a dolognak? Tulajdonképpen örültem. Elgondolkoztam, és elvittem megfelelő helyekre. Amikor ő kitalálta, hogy énekesztenet lenni, akkor azokat a barátaimat, akikben megbízom, azokat megkértem, hogy hallgassák meg, itt énekesekről van szó természetesen, és megkértem, hogy tényleg legőszintébben mondják el nekem, hogy mit gondolnak, mert az szerintem egy szülő számára az a legborzasztóbb, hogyha egy sikertelen pályafutást lát a gyereke előtt. Az szerintem nagyon rossz érzés lehet. Ezt én szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy nem mondhatom el magamról, mert tényleg mind a két fiam csodálatosan végzi a maga elé kitűzött dolgát, és azt hiszem, hogy célba is fognak érni, legalábbis nagyon remélem. Szóval Krisztiánra visszatérve, meghallgatta például, nem szeretnék senkit megsérteni, de Kertesi Ingrid nagyon jó barátom, kolléganőm, és azt mondta, hogy abszolút úgy látja, hogy van értelme, és akkor ajánlott a Hormai József operaénekes tanárurat, és nála kezdett el Krisztián tanulni, és ma már a Zeneakadémia hallgatója Brecz Gábor tanárurnál. Azért a másik fiamról hadd mondjam el, hogy ő pedig egy időben Krisztiánnal ebben az évben elkezdte a Corvinus Egyetem, azt hiszem, hogy legnehezebb szakát. Én azt se értem már, hogy miről van szó, de gazdaság és pénzügyi elemző matematikusnak készül. Igen, én is nagyon nehezen jegyeztem meg. Ezt nem megérdem, én még emésztem egy kicsit. Mennyire izgulsz a színpadon, amikor a gyerek énekel? Mikor izgulsz jobban? Amikor te vagy a gyerek van a színpadon? Azt hiszem, hogy amikor én. És ez nem egy önzés, hanem olyan mértékben biztosan színpadra termett a gyerek, és rajta igazán nem látszik az izgalom, pedig biztos, hogy van egy olyan belső feszültség, amit nagyon jól tud palástolni, hogy tulajdonképpen még soha nem okozott csalódást nekem. Neked mit jelent a zene? Nekem az életemnek egy nagyon nagy részét. Én azt hiszem, hogy az én életem két dolog tölti ki, az egyik a családom, a másik pedig a zene. Ha a családommal vagyok, és úgy érzem, hogy gyakorolni kéne, azért van lelkiismeret furdalásom, ha gyakorolok, és úgy érzem, hogy már enni kéne adni ennek a három szerencsétlen férfi embernek, akkor azért van lelkiismeret furdalásom. Szeretsz főzni? Vagy a kényszer? Meg kell csinálni. Most ha tudnék, ha azt mondom, hogy szeretem, hogyha a családom tagjai elégedettek és boldogok, ha megfelelő élelmiszert tudnak elfogyasztani. Ez nagyon körbeírtad. És tulajdonképpen szeretek nekik ezzel örömet szerezni, viszont nagyon sajnálom rá az időt. Tehát nem az a típus vagy, aki, hogy mondod, a harmadik életét éli, hogy milyen ízek, hogyan, miképpen. Inkább összecsapsz mindent, tehát... Olyat szeretek csinálni, nagyon gyorsan megy. Erre jó egy telefon is. Igen? Telefonnal lehet a legegyszerűbben főzni. Ja, igen, igen. Az ételmet, a szeretés hozza. Olyan is elő szokott fordulni, de azért tényleg szívem, lelkem azon, hogy megfelelően táplálkozom a családom, úgyhogy igyekszem ezt nagyon ritkán igénybe venni. Előfordul, hogyha nagy koncert előtt állok, akkor van egy sorrend, akkor pont tényleg egyáltalán nem érdekel, hogy most örülnek-e vagy nem örülnek, hogy éppen pizzát rendelünk, de ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Igyekszem magamat nagyon sok felé szaggatni. De ettől szép az élet. Azt hiszem, igen. Nem unatkozom. Nagyon sokan fölkérnek téged különböző jótékonysági ügyek mellé, állj oda. És ezek közül az egyik ugye a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. Miért pont ők?
személyes kapcsolatom az édesapám fél évig gyógyult náluk, és azt hiszem, hogy egy nagyszerű intézmény, és amikor szóba került ez a koncert, én úgy éreztem, hogy boldogan és tiszta szívvel és kötelességem mellé, a történet mellé állni. Azt mondtad, hogy boldogan és tiszta szívvel és kötelességed állni. Hogyan tudod eldönteni, hogy mi mellé állsz oda? Ez megint azt hiszem, hogy az őszintesség. Tehát ami a szívemből jön, amit az eszem diktál, ez összeadódik, és ha egyik sem ellenkezik, akkor ez működhet. Volt már olyan felkérés, amit nem szívből, hanem kötelességből kellett megcsinálni? Tehát tudsz-e szabad lenni, tudsz-e úgy döntéseket hozni, hogy nem kelljen kompromisszumot kötni, hogy más szót ne használja? Most nagyon nehezet kérdeztél. Előfordul olyan, hogy esetleg ünnepekkor, karácsonykor, vagy esetleg új évkor van egy koncert, és akkor jó előre átgondolom, hogy csúnyán mondva, megéri-e nekem azt, hogy most lemondok az egész ünnep idézőjelbeni önfelett, laza, ezt most pont ezekről az ünnepekről nem volt jó jelző, de úgy átélni, úgy megélni, hogy egy picit félretenni a gyakorlást. Ezeket mindig mérlegre kell tenni. De nem szerencsés nemet mondani egy-egy felkérésre, mert esetleg az ember többet nem hívják, és én tényleg mindenhova nagyon-nagyon szívesen megyek. Előfordul olyan, hogy egy kicsit fáradt vagyok. Éppen október 13-án volt egy lemezbemutató koncertem, és tényleg hatalmas siker volt, és nagyon boldog vagyok, mert teltház volt, és olyan vastaps, ami igazolja az embert, és úgy érzi, hogy érdemes csinálni. Tudod, koncertek előtt néha úgy érzem, hogy jaj, nekem fáj a gyomrom, ideges vagyok. Hát normális vagyok én, mennyivel egyszerűbb lenne bármi más csinálni. Délután 4-kor félretenném, hazamennék, és akkor akkor főziké lehetnék hosszasan. De amikor a közönség visszajelzése ilyen pozitív, akkor mindig úgy érzem, hogy mégiscsak jó úton haladok, és mégiscsak jól döntöttem, és mégiscsak megéri ez a rengeteg gyakorlást. 13-án ezen a koncerten idézőjelben túl voltam. Azt hiszem, nagyon ritkán éreztem ilyet az életemben, talán még soha, hogy minden úgy sikerült, ahogy szerettem volna, hogy minden úgy hangzott, ahogy szerettem volna. És 14-én Szlovákiában volt egy koncertem, egy református templomban, Termest Ita zongora művésznő kíséretével. Előre rettegtem, hogy fogok fölkelni, ráadásul délután 2-kor. Olyan szeretettel várt a tiszteletes úr már a templomnak a kertjében. A szervezők olyan kedvesen vártak, hogy el is felejtettem ezt a kis hezitálást, és boldogan játszottam, mint hogyha semmi fáradtságot az előző nap után nem éreznék. Ha feltetted a kérdést, a költői kérdést, hogy normális vagy, szerintem normális vagy, és engedd meg, hogy ennek apró visszajelzéseként, ha bár most nem tudunk idehozni 3000 embert, hogy vastagsba örüljön annak, hogy itt vagy, viszont fogadd el a tévé és a magam nevében is ezt a 7 embere plakettet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy megtiszteltél minket, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy... Hát ez a tiéd? Köszönöm szépen. Ez a tiéd. És ami talán még ennél is fontosabb az, hogy maradj mindig ilyen őszinte, mert szerintem ettől válik igazán a művészeted valóban szerethetővé. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, önöknek köszönöm a figyelmet, rögtön folytatjuk. Szép jó estét kívánok, folytatódik a 7 ember, és a 7 ember nem más, mint Mesterházy Attila, országgyűlési képviselő. Szervusz, üdvözöllek. Elégedett ember vagy? Attól függ, milyen szempontból. Hát minden szempontból. Hát ez egy minden szempontból. Kérdés. Nem olyan egyszerű. Ha közéleti szempontból kérdezed, akkor nem. Ha magánéletileg, akkor igen. Minden vagy büszke a magánéletbe? Hát a gyerekeimre leginkább természetesen, úgyhogy... Minden kettő most már nagy, 13-14 évesek, a fiam már gimnazista. Ciki apu, vagy még nem ciki?
Tehát még melyik kategória? Most már azért ebben az átmenetben vagyunk, amikor azért nem baj, ha nem viszem el őket mindenhová, és nem baj, ha nem csókolgatom őket, és nem ölelgetem őket az iskola előtt, mert azért az már... Sőt, ma már a Facebookra is, hogyha olyan családi rendezvény van, akkor csak olyan kép kerülhet ki, amit ők jóvá hagytak. Vagy ha egyáltalán beleegyeznek, ami így nagyon helyes persze. Ez lassan hozzászokhatsz ebbe az országba. Igen, mondjuk gyakorolják. Itt legalább családi cenzúra van, ott meg úgy állami, az egy kicsit rosszabb helyzet. Most, hogy hallottam, éppen már tüntetni is majd alig lehet, mert az ilyen kiemelt helyszíneket, mint például a Kossuth tér, azt egy törvénymódosítással átalakítják olyan helyé, ahol bizonyos ünnepekkor kiveszik a közterületből. Nem tudom, ezt hallottad, de és akkor úgy abban az időszakban nem lehet ott semmilyen tüntetést csinálni. Tehát, hogyha miniszterelnök megy zászlót felvonni, mondjuk március 15-én, akkor a Kossuth tér sarkáról nem lehet majd kiabálni neki, meg fütyülni, mert ezt megtiltja a magyar rendőrség. De miért tüntetnél most, ha egy dologban? Tehát mindenféleképpen például, ha most kérdezed, akkor mondjuk a hajléktalanoknak a kriminalizációja az például olyan, ami szerintem ebben a formában elfogadhatatlan és embertelen, hogy most nagyon konkrét dolgot mondjak. Vagy ha egy kicsit általánosabbat, akkor azt mondom, hogy a költségvetésben például a jóléti kiadások évről évre csökkennek, tehát arányában, miközben esetleg nő a gazdaság, nő a GDP, aközben a jóléti kiadásokat csökkenti folyamatosan a kormány. Vagy említhetném azt, hogy az oktatás lassan fizetős lesz, tehát ugye most ilyen lopakodó változtatást csinálnak, hogy egyre még csak a Corvinusról van szó, de aztán esetleg ki akarják terjeszteni mindenhol, hogy egy ilyen alapítványi formában működjenek az egyetemek, amik egyre inkább beszűkítik a mobilitásnak a lehetőségét. A TÁR kijelentetett meg nem is olyan rég egy könyvet, egy tanulmányt, ami pont arról szólt, hogy Magyarországon talán az OECD országok közül az egyik legrosszabb ez a lehetőség, hogy hogyan tud kitörni valaki abból az egzisztenciális környezetben, amiben él. Tehát magyarul a szegénységből nagyon nehéz Magyarországon kitörni. Hány százalékban érzed magad felelősnek, hogy most ez a kormány van? Hát nézd, biztos, hogy van benne minden politikai vezetőnek felelőssége. Minden embernek van, mennyire szavaz. Én például ellenük szavaztam, tehát igen. Hogy ilyen értelemben meg el is mentem szavazni, sőt, még az egész családom is elment. Most a legutóbbi választáson talán ebben nekem kevesebb volt a szerepem meg a felelősségem. Az egy nagy kérdés, és egyébként ez szerintem az igazi, hogy mondjam, igazi kérdőjel a legalábbis az ellenzéki pártok számára, hogy mivel lehet megmozdítani a szavazókat, tehát kimozdítani őket a karosszékből. Tehát ne csak az elégedetlenség legyen, hanem hogy hogyan megy át ez az elégedetlenség egy politikai aktivitásba vagy cselekvésbe, ami ugye egy ilyen választási szituációban az X-nek a behúzását jelenti. Valahol én úgy látom, hogy a Fidesz vagy az Orbán jobban érti a magyar társadalmi lélektant vagy gondolkodást, mint az ellenzéki pártok. Tehát én biztos, hogy azt tenném, hogy megpróbálnám jobban megérteni azt, hogy mi motiválja vagy nem motiválja az embereket egy-egy politikai döntés kapcsán, mert látszik, hogy ha tudjuk őket motiválni, akkor az a cselekvése is buzdítja őket. Lehet, hogy nem motiváció, hanem őszinteségkel? Vagy ne, vagy az szokták mondani, hogy viccesen szokták meg politikustól őszinteséget várni, ugye az vicces dolog, de most ezt félretéve egy kicsit, szerintem nem az őszintességgel van baj, mert azért minden ellenzéki párt nagyon őszintén elmondja, hogy egy-egy adott kérdésben mi a gond, vagy éppen a média, már az ellenzéki média leírja, hogy mi történik, de valahogy ez nem éri el az embereknek a tömegét, vagy akiket elér, lehet, hogy azokat fölbosszantja, sőt biztos, de mondom még egyszer, ez a politikai cselekvés, ez valahogy nem jelenik meg. Tehát valahogy nem válik ez egy olyan ellenzéki magatartássá, ami aztán szavazatokban jelenik meg, akármelyik ellenzéki demokratikus pártnál egyébként. Igen, személyedben voltál miniszterelnök jelölt, voltál pártelnök jelölt. Azt a luxust, ami azt jelenti, hogy csalódottság és harag, azt megengedheted magadnak, vagy az összesen egy 6 percre szóló valami, vagy nincs? Ilyen nem nagyon van. Tehát, hogyha valaki... Azért kérdezem, hogy ez egy luxus. Nem, én azt gondolom, hogyha valaki profi politikusnak gondolja magát, vagy hogy mondjam, szakmaszerűen csinálja ezt, akkor ennek a szakmának is megvannak a maga szabályai, sajátosságai. Tehát az, hogy valaki megsértődik, az a politikában, mindig azt szoktam mondani, az a luxus javak kategóriája. Tehát az ember túl van valamin, akkor utána új lapot kell kezdeni, és újra kell indítani, úgymond a motort. Az árulás, mint olyan neked mit jelent?
napi gyakorlatot, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy, tehát azért ezt az ember sokszor, ha valahol vezető volt, akkor azért sokszor megtapasztalja azt, hogy hát vannak olyanok, akik... Az ügyet vagy téged árulnak el? Én inkább ezt személyesebbre veszem, mert az ügyet úgy érteném adott esetben, hogy az az MSZP vagy a szociáldemokrácia, azt talán így nem, de mondjuk olyan biztos van, hogyha valakiről én úgy gondolom, hogy nekem sokat köszönhet, mert én sok mindenben segítettem neki, akkor többször éltem azt át, hogy hát, hogy mondjam, amikor nekem lett volna szükségem segítségre, akkor ezt a segítséget már nem kapja vissza az ember. Egy ismerősöm ezt úgy magyarázta el, hogy a múltbeli segítségnek a szorzószáma az 0, a jelenbeli segítségnek a szorzószáma 1, és a jövőbeli én 5. És akkor ezt szerint kell mindig a politikában várni. Meg hát egy, szokták azt is mondani, hogy az ember hálát vár, akkor vegyen egy kutyát, ugye? Tehát, hogy, de azért én ennél már kicsit én másképpen vagyok összerakva, tehát mondok neked egy példát, Megyesi Péter ugye miniszterelnök volt, nekem nagyon sok mindenben segített, amikor miniszterelnök volt, ő nevezett ki engem államtitkár. Hát előtte volt a tanácsadó testület. Voltam a tanácsadó testület, de 28 évesen kinevezett államtitkárnak, ez mindenféleképpen számára is egy politikai kockázat volt, hogy egy ilyen fiatal embert akkor kinevezzen államtitkárnak. Tehát adott nekem egy lökést, vagy segítséget a politikai pályám kapcsán, és még hogyha nem is értek mindig mindenben egyet azzal, amit mond, most már manapság azért kevesebbet politizál, de én mindig hálás vagyok neki, mert nekem ez akkor egy nagyon fontos lépés volt az én életemben. Vagy ott van Horn Gyula, akinél dolgoztam a kabinetirodáján, az ő időszakában is nagyon sok mindent megtanultam, sok minden lehetőséget kaptam, ami talán nem volt szokványos vagy magától értetődő, és ugyan ő már meghalt, de az emléke iránt az ember jobban olyan érzékeny, vagy jobban odafigyel, pont azért, mert tudja, hogy mit kapott tőle. Engem így neveltek, tehát hogy én nem akarom, meg nem is felejtem el azokat, akik nekem segítettek, és akkor mindig úgy érzem egy kicsit, hogy morálisan le vagyok kötelezve nekik, azért, mert ők az én adott életszakaszom egy-egy pillanatában olyan segítséget nyújtottak, amit föl kellett írni a nagykönyvbe, hogy ez nagyon korrekt volt, és köszönettel tartozom érte. Ki milyen számodra, ki vagy milyen számodra az ideális választó? Hát én szerintem a választót egy politikus nem minősítse, mert hát ugye négy évente a választó a főnök, tehát ugye ő dönti el, hogy mit gondol egy politikusról. De hát jól látható módon, hogy mindaz a média manipuláció, ami a világon innen is túl, tehát nem csak hazai vonatkozásban zajlik, ugye azáltal, hogy felgyorsult a világ, és ma már egy másodperc alatt tudjuk, hogy tőlünk 10 000 kilométerre éppen, hogy kint választanak, vagy kint nem választanak meg, vagy éppen mi történik, vagy mi nem történik. Tehát, hogy ki az ideális választó? A gondolkodó, vagy akit 10 reklámmal el lehet rendezni? Hát mindenféleképpen a gondolkodó. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy azért fontos az oktatás, mert ugye egy intelligens társadalmat kellene kialakítani. Ugye az intelligens ember az kételkedni is képes. Tehát ha lát egy hírt, olvas valamit, akkor talán mögé tud nézni, vagy mögé tud gondolni. Vagy én szoktam egyetemre néha meghívnak előadást tartani, ott szoktam mondani, hogy például a nyelvtanulás számomra azért is fontos, mert ha az ember tud angolul, németül, franciául, spanyolul olvasni, akkor ugye nem csak a magyar híreket tudja elolvasni. Tehát kinyílik számára a világ, sokkal több információt tud összegyűjteni, sokkal szélesebb látókörrel tud közelíteni akár magyar társadalmi problémákhoz is. Én azt látom, hogy ma már ugyanúgy a közgazdaságtanban nem létezik mindig ez a racionális vásárló, vagy mint gazdálkodó személy, hiszen a reklámoktól kezdve nagyon sok behatás éri az embert. A politikában is ez így van, hogy a választópolgár nem intakt, tehát nagyon sok hatás éri, ebben van nagyon sok manipuláció, tehát ebben most a Facebooktól kezdve a különböző egyéb más médiabeli befolyásoláson vagy manipuláción túl, ugye ezt már oktatják is jó esetben kommunikációs szakemberek, tehát olyan állampolgár, aki mindig minden információt össze tud gyűjteni és azt megfelelően mérlegelni, valószínűleg ilyen ember egyébként nincs, bár ez lenne az ideáltipikus. De az mindenféleképpen jó volna, hogyha odáig el tudnánk jutni, hogy minél több ember érezze úgy, hogy ő neki részt kell vennie a politikában, vagy egy szavazáson, vagy a társadalmi közéleti témák megvitatásában, mert ettől tud fejlődni, vagy ettől is tud erős lenni a demokrácia, hogyha minél több ember gondolja úgy, hogy ehhez nekem van közöm, és akarok is ebbe beleszólni.
Azért kérdeztem, hogy milyen ideális választó, vagy ki az ideális választó, és azt mondtad, hogy a kritikus a gondolkodó. Nekem nagyon szimpatikus, mert butaság lenne azt mondani, hogy nem látom 10 éve a munkásságodat, hogy te nagyon sok embernek segítesz, és ezeket a segítségeket mindig úgy csinálod, hogy ezt nem látja a közösségi média, nem látja a helyi sajtó, pedig a politika számára, vagy a politikus számára lehet, hogy ez fontos lenne. Hogy hol húzod meg a határt? Tehát mikor érzed úgy, hogy nem szavakkal, nem csak egy tettekkel, egy törvényjavaslattal, hanem konkrét segítséggel fordulsz valaki felé, vagy valakik felé, és mi késztett téged arra, hogy ezeknek a döntő többségéről nem beszélsz? Nem a konkrétumokat kérdezem, hiszen ezekről nem beszéltél soha, hanem hogy hol van számodra az a határ, amikor azt mondod, hogy segítesz, de senki ne tudjon róla, mert ez neked fontos. Nézd, én akkor szoktam, bocsánat, csak kicsit megölök fázva, nyilvánossá tenni ilyet, ha úgy gondolom, hogy a nyilvánossággal egy plusz segítséget tudsz adni az ügynek. Tehát, hogyha a személyes, úgymond jó érzést kelt az emberben, az már elég, vagy a családot is így próbálom nevelni, tehát mi minden évben a gyerekek külön gyűjtenek ajándékokat, ők maguk becsomagolják, és akkor valahova elvisszük valamilyen civil szervezethez. De amikor azt gondolom, hogy érdemes lenne, hogy egy kezdeményezésről többen tudjanak, nekem van egy viszonylag nagy Facebook oldalam, 210-220 ezer ember követi, tehát ha azt gondolom, hogy van értelme az, hogy más is lássa, hogy ide segítség kell, vagy más is lássa, hogy milyen problémák vannak, akkor azt gondolom, hogy van értelme ebből úgymond nyilvánosságot is csinálni. Amikor meg inkább arról szól, hogy a gyerekeket hogyan nevelem, vagy példát próbálok mutatni nekik, akkor meg ez egy értelmező, ez egy ilyen magánemberi. Tehát amit akkor is csinálnék, ha nem lennék politikus tulajdonképpen. Tehát valahol én ez alapján szoktam mérlegelni, hogy mi az, ami úgymond most leegyszerűsítem, kikerüljön például a Facebook oldalamra, és mi az, amire meg azt mondom, hogy ez nem azért van. A beszélgetés elején azt kérdeztem, hogy elégedett vagy-e. Mikor lenne elégedettebb, hogyha az lenne a neved aláírva, hogy Mesterházy Attila pártelnök, vagy Mesterházy Attila miniszterelnök? Én egy maga módján vallásos ember vagyok, tehát én úgy élem az életemet, hogy mindenek mindig van valamilyen oka, vagy hogy valamiért valaki úgy irányított az életemet, hogy éppen ez vagy az történjen velem. Tehát ha így kérdezed, akkor nyugodt vagyok abban a létemben, hogy most éppen nem engem választottak meg pártelnöknek, vagy... Én most a jövőre gondolok. Nézd, a jövőre nézve az, hogy... Tehát azért az, hogy valaki miniszterelnöke lehet egy országnak, az mindig egy... Tehát annál többet nem lehet elérni nagyjából egy országon belül egy politikában. Most tegyük azt félre, hogy ma mondjuk mit gondolok én, vagy az ellenzékiek a magyar miniszterelnökről, de összességében mégiscsak a pozíció az egy nagy tiszteletet jelent annak számára, vagy megtiszteltetés annak számára, aki ezt betöltheti. Meg felelősséget. Meg nagyobb felelősséget, tehát emberéletekről dönt, az ország sorsáról dönthet sok esetben. Tehát én nem nagyon tudom összehasonlítani a kettőt, hiszen a párt az mindig azért inkább egy közösségről szóló, egy kisebb közösségről szóló felelősséget jelent. Ráadásul ellenzékben is lehet valaki pártelnök, és akkor sokkal kevesebb, hogy mondjam, produktív dolgot tud csinálni, mert nincsen olyan nagy ráhatása a dolgok menetére. Az elemzést értem, de mikor lennél elégedettebb? Te én akkor lennék elégedett, ha nem Orbán Viktornak hívnák a miniszterelnököt. Tehát nekem az már egy pozitívum lenne, mert én azt gondolom, hogy most amilyen irányba haladunk sok szempontból, az egy baloldali, a szociális kérdések iránt érzékeny ember számára egészen biztosan nem megfelelő. Ha nagyon személyesen akarod kérdezni, akkor például attól lennék boldog, hogyha a gyerekeim se akarnának külföldön tanulni, meg a te gyerekeid sem, meg a nézők gyerekei sem, hanem azt mondanák, hogy ők itthon jól érzik magukat, meg tudnak élni, és itt tudják az életüket leélni. Szerintem minden szülő ennek örülne, hogy ne Skype-on tudjon csak meg telefonon beszélni a gyerekeivel, vagy éppen az unokáival. Mesterházy Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én és engedd meg, hogy a tévé, meg a magam nevében is átadjam ezt a 7 emberek és plakettet. Nagyon szépen, méghozzá köszönöm. Nem a politikai teljesítményed okán, hanem annak okán, amiről ugye nem beszélhetünk, de én tudom, meg te tudod, meg most már a nézők is sejtik, hogy mindazért a sok segítségért, amiért nagyon-nagyon sok embernek segítesz úgy is, hogy nem rakod ki magad a kirakatba, ami külön tisztelendő.
Hölgyeim és uraim, önöknek köszönöm a figyelmet, ne feledjék, jövő héten is lesz hétembere, várjuk az önök javaslatait, észrevételeit, ki vagy kik legyenek a hétemberei. Viszontlátásra!